Sziasztok, Sanya vagyok, üdvözöllek titeket, ez a Trident 9. része. Az előző részben megcsináltam a irányító tornyot. Innen bevittem az összes cuccot. A tinkeres kemencét az első szintre raktam, ami itt van. Mondtam, hogy vele sűrítve, ez pont ide belefért. Itt majd lesz egy lift, ezért van kihagyva ez itt ez az oszlop. És hogy milyen lift, az majd a mai részben kiderül. Illetve itt beüvegeztem az oldalát. Most mivel sárga világból rengeteg volt, ezért választottam azt, hogy sárga színű üveg legyen. Következő szinten van, amit láthatatok az előző részben, beraktam a Big Reaktort. Csak nem fogok leesni. Az ott van lent. Itt van a Big Reaktor. Csináltam egy ilyen nagyobb szintet, mert hülyén nézett ki, hogy ilyen alacsonyan lesz valami egy szétágazás, így nem jól nézett ki messziről. Úgyhogy itt valószínű csinálok egy turbinát, akkor a területre lett neki hagyva. Csak azért is, hogy jól nézzen ki, mert több energiát nem fog tárolni, vagy nem fogok tudni csinálni, mint ez a Big Reaktorra. Ekkora területen, hát vagy lehet, hogy egy picivel többet. Na, ide felhoztam a gépeket, ide átpakoltam, itt most már működik a rendszerről. Teljesen fel a Big Reaktortól eljön idáig az áram. Itt ki van hagyva majd a víznek, hogyha akarok növeszteni kristályt. Illetve majd az emelrendszer is, belepakoltam a chestből mindent. Illetve... Ja, igen, az XP-ket leszedjük. Jó, és ja, itt még majd be fogom fejezni, itt még valami kúfos dolgot, ahol majd be tudok repülni, majd a kész lesz a repülésem. Jó, na akkor most elmegyek egy kicsit bányászni, hogy legyen alapanyagom. Lesz valami érdekes dolog, akkor bejelentkezek, és akkor onnantól kezdve folytatódhat. Itt a pneumatic craftot akarom ma csinálni. Szedtem már hozzá ennyi magot. Illetve egy kicsit most furcsán vettem fel a részeket, vagy ezt az epizódot, mert már tudom, hogy be fogok kapcsolódni két jelenettel, mert azt előtte vettem fel, mert csak mentem előtte részen kívül bányászni, és mondom, felveszem azt a két részt, amit most fogok bevágni, akkor szedtem az emerálót, meg akkor kaptam a sipkát, hogy mindjárt bevágom ezt a két részt, és akkor láthatjátok, hogy miket találtam ott. Jó, és akkor utána jövök vissza, és akkor csinálom a pneumatic craftos liftet, mert előbb azt akarom megcsinálni, meg lesz a pneumatic craftos lift, utána mivel megvan most már az emerald, akkor lesz a power armor, meg lesz, akkor átmegyek az endbe, onnan szerek enderpört, akkor lesz bányászgépem, és utána kezdődhet, miután megvan a bányászgépem, a repülőtér készítése, de ezt lehet, hogy ez hamarabb epizódban meg lesz, de a repülőgépeknek a készítése, ehhez muszáj nekem valami bányász szerkezet, mert nincs időm arra, hogy most szedjem a dolgokat. Ender quarry-val meg kiszedem még, amíg itt craftolgatok. Jó, na akkor ha... Ja, bevágtam azt a kis jelenetet, utána jövök vissza. Ide meg szépen beragadtam, úgyhogy most itt egy öngyilkos jelenettel, meg a kábel visszakapásával bevágom azt a két kis jelenetet, utána jövök vissza. Na, mi a rosszabb? Egy Enderman, illetve egy Endermanos Keeper. A kettő együtt. Ez szépen elterpulták. Jöttem egy kis Gunpowder-t bányászni, de már a harmadik Creeper-től mégis egyet, egy Gunpowder-t nem kaptam. Illetve jöttem Emerald-ért, de hát itt látjátok, extrém hírzba vagyok. Ez a törőd.
Na, szerem továbbra a cuccokat. Jött, ha jövök a sötétségbe tovább, hátra rámesek egy kriptot, hanulami. És megkapom a gunpowdert, tudjuk TNT-t csinálni. Na, ha szerzek, akkor majd jelentkezek. Aha, ott egy ember van. Zöld színe van, a szeme van. Ezt mi megvárjuk. Feljöjjön, és utána álltom le. Na, gyere, gyere! Na mi van, csak hangoskodni tudsz, de nem jössz. Gyere! Ahogy nincs nálam nyíl. Ó, de van! Meg a wifi-el fog teleportálni. Hova tűntél? Hallok. Ó, ez mi ez? Ups. Fehér rendel van. Ez az. Komolyan? Dobta nekem egy magot? Ja, Enderman Seed. Akkor jó van, Endermanos. Megadott egy ilyen követ. Hát ez sokra megyek. De csak beledobálja az inventory-mat. Semmire se jó. Na, akkor ha lesz valami érdekes, akkor majd jövök. Na, ezt a skelet most se tudom mire való. Se így, se kard, nincs nála, csak mozgatja a fejét. Kíváncsi vagyok, megütöm, mi lesz. Semmi. Hát akkor ennek nagy értelme valami volt. Amit az előbb ott fentről lelőttem, az is dobott egy ilyen Reaper Seed-et. Dumcraftosat. És már van három. Na, szerintem nem állítom be a felvételt, hanem így nem adjuk tovább a felfedezést. Ó, itt van még rengeteg Seed. Igen, igen, a torkon még mindig köszörülöm. Nézzétek el nekem, csak így van videóha. Oha, de nevér, megy már innen. Nem vagyok messze a éjponttól, ott van 300 méterre. Meglátom itt egy hegy, mondom, akkor jövök ide emeráldot keresni. Jó, akkor... Nem csak sima zombi. Tényleg nem félnek az emberek. Hangulatos ezek is sötétség, de... Az a baj, hogy creepert nem találok. Pedig arra van a szükség a gunpowderre. Annyira tudok craftolni is, csak akkor meg a base-eket kell öldözni meg fele. Itt tudok feljönni. Engedj be! Hogy... Ott lesz megint valami különleges. Ja, a skeleton. Tüzes, így úgy skeleton. Majd a gyalorizmot visszafele ki kell szedni, mert a viraktól tudjam ellátni. Kaptam még ilyet, nem mi? Nem tudom azt lelőni. Lehet, hogy itt hamar vége lesz. Na, esünk neki. Nem tudom megválni. Nem látom az életségjel. Na, ez szép volt. Most hol vagyok? Ja? Vízbe estem. Azért nem semmi sültem meg fel. Na, meghalt. Egyszerű. Ó, kaptam még egyet. Na, ez mit hagyott? Ú, mekkora így. Dobáljuk is ki fel a tucokat. Ez nem kell. Na, mit kaptam? Ó, mekkora sisak! Jobb lett nekem? Hát nem nagyon. Még rosszabb. Kaptam egy enchantot, ilyet. Tehát ez mehet a kukába. És...
Az mi? Semmi. Jó, akkor ennyit tudsz, mert meg megnézem, ez mit volt. Nagy rohadt vízfolyások. Az mi? Csak a blokkok ugrálnak. Emerald, ilyen! Na, akkor meg lesz. Ezért jöttem. Hello, Mr. Emerald. Hát ennyi kő nem kell biztos, úgyhogy visszadobom. Ott is van Emerald. Nagyszerű. Na, úszkálunk egy kicsit a lávában. Veszítsen a dolgokat? Persze. Hogy rakjam már a fákját, te? Na, azt mondja, hogy... Itt volt az Emerald, ha jól tudom. Na így, most már nem is érek el, most már szerintem annyi blazerodot fel fogok használni, hogy gunpowder kraftoljak, mert vagyok már egy 20 perc, két darab creepert találtam, egy is adott gunpowdert. Úgyhogy megyek visszafele, és hadibányászok, kibányászom itt a nyersanyagot, és utána visszaértem a bázisra, hogy jelentkezek. Sötétbe burkolózott az éjszaka körülöttem. Megjelentek az egyes mobok. Csak a kivilágított terület látszik a közelben. Na, visszatértem. Nyomok egy szundit, és akkor indíthatjuk a pneumatik kraftos liftemet elkészítését. Na, először is még itt elnézést a králkogásért, de benne lesz egy párszor. Úgyhogy, ha legyen kint videó, muszáj felvennem most. Na, akkor, mivel nem tudok, nem szereztem gunpowdert egy creepertől se. Tényleg itt mutatja, hogy hány creepert öltem meg? Az option. Nem. Statisztika. Mobs. Nincs itt kezdte a creeper. Na mindegy. Megöltem egy pár creepert, és ennél volt egység gunpowdert, úgyhogy nekem kell craftolni, hogy TNT-t tudjak csinálni. Azt pedig úgy kell craftolni, hogy sulfur blaze rod, csak a blaze rod nincs, az pedig... Jaj. Megnézzük, hogy Ender Jós képe, azt tudom, hogy többet ad, ha ledarálom. Ó, de tele van az inventory, na, húzzunk is. Mégis ide rakom az érceket, amit majd ki fogok majd darálgatni. Ezt nem is viszem máshova. Jó, ezek megjöhetnek ide. XP is, ez is. Ó, szereztem az XP bokat, majd azt is lerakom. Na, ott jártam, hogy... mi is kellett nekem? Ja, ezt kérés, hogy ezt le tudom-e darálni. Így kapok 4-et. Hát, akkor hagyd legyen még. És kaptam szulfurt, amire pont kell lesz a recepthez. A gunpowder receptjéhez. És miért nem kaptam meg? What? Benne van a recept, de nem tudom megcsinálni. Érdekes. Pulverizer, kol, ha nézzük meg, hogy mindent rak be, csak a kolt nem. Lehet, hogy csak azért, mert nem azt. Nem azt rakja oda. Mindenki próbáljuk ezt is.
pikpakolat ledarálja. Na és akkor ezt cseréljük ki erre. És igen, ez az. Na. Az komoly, oda mindent berak, csak azt nem, amit kellene. Igaz, hogy nincs is. Jó, nem is kell több. Inkább gyalóriumot kéne darálni lefele, mert elfogy a gyalórium a gépből, akkor a reaktorból, akkor nem tudom pótolni semmivel. Ahogy ne. Jó, és akkor ezt kell kiégetni. Ha minden igaz, és akkor gunpowder kapunk. Kicsit drága recept, de nem tudom kiégetni. Az meg hogy? Smelting. Hát az az égetés, nem? Hát csináljuk meg sima, ja? Csináljuk meg sima furnace-szel. Megnézzük azt is. Igen. Most egyelőre csak lerolókom ide. Így megkégeti. Érdekes. Na, akkor... Igen, és ebből kell 5 darab, hogy egy TNT-t meg tudjak csinálni. Jó, szulfúr. Ma minden elméletileg most már. Meg tudja craftolni belőle. Így, 2 darab. Akkor lesz van így 4, 5, 6, 7. Akkor ez már elegendő is lesz. Mit össze nem izélek egy TNT-ért? Többi pályán annyi creeper. Ne találkoztam meg, annyit öltem már megfelé ilyenkor, hogy már rengeteg gunpowderem lenne. Lett volna, hogy is van. Na 5, az megvan, nagyszerű akkor. Egy TNT, köszönöm. És hogy ez miért kellett, vegyünk hozzá Iron Man-t, két stacket. Hát végül is lehet, hogy elég egy stack. Csak a TNT-n gondolkozok, hogy az a drága, most nem, az, nem a vas. Mert meg akarom csinálni a pneumatic craftot. Craft, ahhoz, hogy meg tudjam csinálni a pressure chambert, ahhoz kell nekünk rengeteg viszem a case-teket. Na, egy olyan helyre megyek, ahol lehet robbantani, nem? Ne, és leestem, gratulálok. Kell nekem egy gyújtószerkezet is. Mindjárt feszülnek, most olyan lassan megyek felfelé létrán, de már meg lesz a lift. Inkább olyan 2-3 másodperc alatt már fenn is leszek a toronyba. És miért is jöttem? Egy reston fakja, az tökéletes. Na menjünk is egy. Na. Na. Hol robbantjunk, ahol nem lesz probléma. Itt nagyon könnyezetet nem akarom szétrombolni, úgyhogy egy kicsit arrébb megyek. Itt úgyis van egy lyuk, annak már mindegy akkor, ha még mélyebb lesz. Akkor egy TNT, egy stack vas, két stack vas, illetve egy gyújtó szerkezet. Bum! Jó! És hogy ez mire volt szükség, felrobbantani a vasat, így kaptam kb. Másfél stack compressed iron ingotot, amiknek a segítségével tudom csinálni a pneumatic craftot elkezdeni. Ezt az elején csak így lehet csinálni, majd hogy ezt a módszert felváltsam, azért csak vasat robbantottam, mert a többit azt majd emiatt nem tudok átmenni, komoly.
Majd itt lesz ezen az oldalt a lift, és akkor majd minden szinten tudom majd nézegetni a dolgokat. Jó, én úgy gondoltam, hogy mivel a liftnek a kezelője szerve az alul kell, hogy legyen, ezért itt alulra csinálok egy ilyen kis bázist. Úgy, arra is, meg erre is. Így pont ebbe a mélységig dolgozunk. Így pontosabban. Jó, majd a falat azt majd kicserélem majd részen kívül, de jó, hogy el van törve a csákányom, vagyis ez a hammerem. Úgyhogy mehetek is felfele megjavítani. Meg le is, ha már felmegyek, akkor le is kraftolom ezeket a dolgokat, ami szükségem lesz ide alulra. Na. Lehet majd ajtót is fogok csinálni belőle, lehet az majd a későbbiekben. Hát lehet rá kell csak egy ajtó, mégis azt az egyet meg fogom csinálni. Na, kell három, nem, kezdjük először a magával a cellával. Azt mondja, hogy belül van egy héza, akkor három. Hármas, háromszor hármas a külseje, tehát 9 plusz 18. Ez alulra felőre. 18, 19, 20, 21, 22 kell. 22-ben kell ebből a keretből. Be is dobom, hogy ebből vegye elfele. 16, 20, 24. Jó, kell 3 üveg. 4-et kapunk, nem baj. Illetve kell egy darab valve, hogy ebben bemegy a sumó, ahhoz kell egy darab kábel. Jó, hát mivel csak egy kell, ezért 3-at ide le is rakok. És lekraftolom ezt az egyet. Na, ó, 4-et adott. Pazarlás. Lehet, akkor nem is kellett volna üveget csinálni, de mindegy. Na, akkor egy alvás jön. Illetve egy inventory takarítás. Amire nincs szükség, az mehet chestbe. Ja, nem, pont az szénre szükségünk van. Erre nincsen, a lép az jöhet ide. Nem a kábel, a lédet mondtam. Illetve ezt innen kiszedjük és ide berakjuk. Úgy. Sincs már szükségem. Milyen maradtok nálam órok? Úgy. Na. Akkor a következő lépés. Ja, az inventory takarításnál jártam. Ezekre nincsen egyáltalán szükségem jelen esetben. Már előre gondolkodva, hogy is maradt még meg cumó. Csinálok egy ilyet. Kettő lett maradhat? Mennyi ilyenem van még kompresszed? Kompressz, van még 15 darab, ami azt jelenti, hogy simán elcraftolhatom ezt. Úgyis hármat akarok a végénél is, de most már le is craftoltam. Illetve már előre gondolkozva, de ez még úgy sincs hozzá. Ezekkel annak security-t akarunk bele csinálni, hogy ne robbanjunk fel, mert itt természetesen fel lehet robbanni. És ez lak is meg obszidián. Ide kell egy darab kábel, meg két kapcsoló. 1, 2, 3. Lehet le is craftolom ezeket.
Ebből kell, mivel négyet ad, úgyhogy ez meg is van. Kapcsoló kell még 8. Ahogy csinál a fisztekket. Úgy, és akkor emetem meg is tudom kraftolni. 1, 2, 3-at. Úgy, megvan a security. Ennek a segítségével most már nem fog felrobbanni a szerkezetünk. Igen, és akkor még a kábel maradt, és elég sok mindent le tudtam így kraftolni. Maga a szerkezete nélkül. Hát viszek 8 darab kábelt. És akkor még így is maradt 4 darab. Jó, na, akkor induljunk lefele. Azért jöttem fel, hogy megjavítsam a szerszámot. Akkor ezt itt... Nagyon jó. Akkor, igen... Viszek még vasat, mert vas kell lesz, az biztos. Van itt 39, illetve... Ja. Iron Man, 30 darabot az előbb ide bedobtam, azt megyek és kiégetjük. Van egy stack? Nagyszerű. Hát szerintem már lehet, hogy stack az nagyjából elég is lesz. Mert mit akarok csinálni? Ilyen elevator base-et, 10 darabot. Ehhez csak a mag kell, amit van a burst plant, ez híd. Abból egy stack nagyszerű. Kell még hozzá a kék plastik, az pedig a rain. Tehát a burst és rain. Itt szedtem már rengeteg, itt a környéken volt szerencsére. Rain és burst. Ja, végül is duplán is csinálhatom. Csak időben lesz több az összepréselése. Ehhez csak vas kell, meg ez kell nekünk, a barna és a fehér darab plastik, ami a slime, illetve a flying a slime, abba is szerettem késztekkel, meg a flying. Na, és annyit beszélgettem, hogy most már van 41 vasom is. Igen, és... mindegy, nincs több. Ennyi lesz, ennyi már bőven elég lesz erre a liftre. Új, az jó, visszaugrottam a helyemre, vagy a... nem hoztam sima sárkányt. Nem, itt van egy, jó van, egyszerű. Na, azt mondja, hogy itt lesz az alsó része. Én nagyjából... úgy számoltam, hogy nem is tudom, hogy milyen magasan van az a terület, de 30 blokk szerintem nincsen. Tehát ha 10-re megyek le, vagyis nem 30 blokk, 40 blokk, ha 10-re megyek le, egy ilyen elevator, az meg, vagyis elevator base, 10, vagy 4-et visz fel egy darab, ha 10-et csinálok, akkor 40 blokkig felvisz. Jó, akkor egy szundit, mert alszik. Ja, nincsen éjszaka, csak itt van lett sötét. Na, akkor ezt innen lebontom. Még egy kicsit. Jó. Nézem már ki frappánsan. Jó, akkor azt ott elenyomom majd fekete blokkokkal. Itt lejövök. A három magas, akkor 1, 2, 3. Ne érjem már össze a kettő, úgyhogy még egy blokkal lejjebb megyek. Fákját hoztam. Ne csinálok 4 fákját. Jó, itt hogy lett egy ilyen több? Ja, mert hogy itt lesz a lift. Na, akkor megcsináljuk ezt a...
Fú, azon gondolkozok, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Csak lemegyek 10 blokk mélyre. 6. Csak nem jó, nem így kellett volna. Erre a szintre én le akarok jönni. Még itt is lesz. Na mindegy. Akkor ott van egy blokk, ide egy üres szint, 1, 2, 3. Tehát ezt így lefedem. Ide akarom rakni a chambert. Jó, na. Csak megoldom valahogy. Jó. Na, ez úgy néz ki, hogy 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Mint egy 1x1-es big reaktor. Hát oda nem tudom, miért csináltam üveget, de kap egyet. Ide biztos, hogy üveg. Ide is, és akkor itt fog majd feljönni a kábel. Tehát ide jön a rail. Nagyszerű, és akkor a ratolalkat, de nem fettem be. Nem! Azt mondom, felveszük. Igen, nehéz szétütni, és lehet nem fogom, de visszakaptam. Most kipróbálom az üvegen is. Jó. Na, akkor a tetejét még be kell fedni. Igen. Kettő, és akkor... Ahogy is kellene... Lent lesznek a kazánok. Na most egyelőre csak így ide rakom. Vagy végül is lehet, itt is lehetnek a kazánok, mert erre a szintre mondom, le akarok jönni. Liftel, és csak ez alatt lesz majd a szerkezet. Ne, nézést. Ez tekerhető? Hát akkor miért rakom külön? Na, akkor csövezés. Így tökéletes is. Egy kazán, két kazán, három kazán, kazánokból megy bele. Security, ez megakadályozza, hogy fölmenjen 5 bar fölé a nyomás. Oké. Okay. Én most beszeretném rakni ezt a stack vasat, ha bele tudtam volna rakni. Jó. Ja. Meg legyen ez a 41-es. És akkor... üveggel bezárom, összeállt a szerkezet, és akkor már csak a nyomást kéne növelni. Na, ez egy darabig el fog tartani. Vagy ne? Ennek 2 és 5 bar között kell lenni a nyomásnak, meg a 3x3-as pressure chambernek, és akkor fog ugyanúgy megkapni, ugyanúgy meg fogjuk kapni, mint ezt a compressed iron ingotot. Csak itt nem TNT-vel fogjuk, hanem nyomásra fogjuk átalakítani. Na, akkor nekem itt szükségem nincs erre a helyre, csak úgy, hogy 2 blokk magasan. Itt le kell menni 10 blokkot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eddig le kell jönnöm. Kap egy fákját, ha megtalálom, hogy hol van. Ez a legoldalán a fákja? Egyszerű. Még jó, hogy kraftoltam. Jó, akkor innen kell indítani, és... Ide egyáltalán nem akarok lejönni, nem tudom, hogy a felsőbe belevezetem, az úgy tökéletes, hogy... Na, mindegy, majd kipróbáljuk. Szépen felhajgálom magam. Mégis ez most lényegtelen volt megcsinálni, csak mondom, addig is hogy menjen az idő. De már kezd a nyomás megfelelő lenni. Na, azt mondja, hát mégis mindent meg kell most csinálnom. És ezek hogy állnak? Van benne szén, van mindegyikbe. Nagyszerű. Lehetne többet is lerakni ebből a kompresszorból, de most csak arra, hogy átalakítsam ezeket a, vagyis képre is eljelmezett a vasat. Először, utána a magukat, plasztikká. Arra nekem ez tökéletes ez a nyomás. Egy picit tovább időbe tart, de nem kraftoltam le feleslegesen azokat a kompresszorokat úgy. Na, pattogjál már kifele. Ez nem olyan, mint a seed, mint ami közben alszok egyet. Nem olyan, mint az a seed, amit növeszteni szoktunk az emberrendszerhez. Itt, ha az itemeket nem vesszük fel, akkor ezek el fognak tűnni. Azért is állok itt mellette. 5 perc után eltűnnek. Hát most annyi, hogy én ezt így szétütöm, és akkor elmegy a nyomás. Van más módszer erre is, de most egyelőre nekem ez csak ennyire kell, hogy ezt megcsináljam, utána mehet kukába ez a gépezet. Hát, kezdjük a slime-mal. Most már visszazárom. Oh, pont jó, is már pattog ez kifele, mert nincs szüksége, csak egy bárra. Azt meg már egyből adott. Annyi veszteség még nem volt a csövek által. Igaz, hogy lassan pattog kifele, de jó probléma, 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 nincs probléma, van probléma, nincs probléma. Jó, soha nem pattognál, légy szíves. Jó, és van nálam fa? Nincs. Nem aludtam, azt mondtam, megyek aludni. Így nyomok egy szundit. Szerintem felmegyek egy kis fájára, rakok ide egy crafting. Ah, nem. Pont kész van. Átaludtam a műveletét. Jó. Gyorsan megint elpazarjuk a közt. Gyorsan visszaraktam, akkor nem menj el annyira nyomás. Csináljuk a burstöt. Oké. Okay. Na, ennek mennyi? Ennek is egy, hát 0,75, úgy látszik. Nyomás kell. Külső 3x3x1-es, 1x1-es a belseje. Na, meddig patózó. Közben feljövök. Vágok egy fát, hogy legyen már crafting terminálom, vagyis crafting stationom oda lent. Úgy. Ezt akarom csinálni. Ehhez kell level. Lehet, hogy fent kell volna craftolni ezeket. Hát végig is fent kell, ezt megvárom, hogy kipattogjanak ezek. És akkor majd utána felmegyek én.
Majd utána meg lejövök beépíteni. Most még sokáig tart, mondom, a feljárkálás, de majd ha kész lesz a lift, akkor pár másodperccel fenn is vagyok. Meg utána kész lesz a power arm, akkor még gyorsabban. Jó, és akkor maradt a flying. Hú, ezzel vigyázni kell, mert ezt kirepül innen. Fel is repült oda. Nem! Ez mozog, úgyhogy gyorsan csak befettem, vissza is dobta a felét. Igen, a flyinggal ez a probléma, hogy az mozog jobbra-balra. Közben átjött egy pigmen? Aha, ez a pigmen átjött. Most hogy áll? Én is kipattogozva. Jó. Ezt jól megmondtam. Ennek mennyi nyomás kell? Ennek is ugyanannyi. Akkor most fogják kifele pattogzani. Na akkor, itt craftolgatok már egy-két dolgot. Amit letudok, amihez nem kell még plusz tudsz. Ezt a chambert ezt meg tudom csinálni. Ez 10 darab kell, akkor 3-szor kevetsen ezt a receptet. Ezt 3-szor 5, 15. Igen. Hú, de sok tudsz kell hozzá. Hogy volt? Ezt ebből 15 darab kell. Ja, nincs nálam arany. Ja, akkor... Én most csinálok egy olyat, hogy vágok. Az összeset kipréseltem, összenyomtam, akkor majd utána jövök megint. Na, elkészültek a plastikok, a compressed iron, illetve craftolhatjuk akkor, amit szeretnénk. Ebből szeretnék 10 darabot. Akkor már is 1, 2, 3, 4, 5. Mennyi is kellett ebből? Nem tudom, mindegy. Hát ebből is 15 kellett. Jó, mi fogyott el? Gondolom ez. Ezeket be is dobálom, hogy onnan szedjük kifele. Egyet tudtam lekraftolni, mert hiányzik középről. Mi hiányzik? Ja, a kábelek. Hát ebből kell rengeteg. Így, né? Jó, 6 darab lett. És kell még 9. What? Ja, hogy aranyom nincs. Na, akkor egyelőre csak hagyjuk. Amennyit lehet craftolni, annyit csinálok akkor. Egy darabot fogok tudni megcsinálni? Az szép. Ja nem, 4-et. 6 darabot kaptam ebből. Négy. Hát 4-jel. Nagyjából lehet tudom kezdeni. Ez kell... Hú, nem is tudom, milyen magasan vagyok. 24, többi. Ennyi volt a kompresszedem. Jó. Kell, amilyen szint lesz. Nekem kell 1, 2, 3, 5 darab szintem van.
2, 3, 4, 5, 6, vagy legyen több, ebből van rengeteg. És végül is ennyi kell. Ez mi az? Tube. Vagy 27 darab. Hát megnézzük, hogy ezt meddig tudom elvinni, és akkor annyi lesz egyelőre. Nem lefele akartam, mert én ugrani akartam. Asztal, mekkora az utolsó lépcső fogtam meg. Na itt, de jó, hogy craftoltam csákányt. Azzal is gondoltam, hogy craftolok egyet. Hát nem ért össze. Azt mondtam, hogy innen kéne indítani, mert ide arra a szintre még le akarok jönni. Például ebből elfogynak a szenek, akkor tudjam pótolni. Ezt nem tudom, hogy az alsóból lehet-e kivezetni, de majd mindjárt meglátjuk. Ha ezeket elhúzgálom. Jó, ezt az utasot nem kötöm be. És mivel csak 4 darab van, tehát ja, és mennyi, erre a szintre akarok jönni. Majd egyszerűen fogom megcsinálni, de ezt most egyelőre jól van így. Akkor már erre a szintre is kell nekem. Akkor 1, 2, 3, 4. Mennyit sikerült lekraftolni? 1, 2, 3, 4. Jó, ez most nem látjuk, hogy hány méter fog vinni. Na. Csak nem akar javulni ez a trokfájás. Na mindegy, most nem azzal foglalkozunk, hanem... Jó, na, akkor innentől meg jönnek felfele ezek a pálcikák. Nincs van a fákja. Úgy, né? Majd megjövök, kicserélem majd a blokkokat. Hát ez se kell ide. És most törik el. Ennyi, ki van számítva. Emléke csatlakozott hozzá, hát majd remélem, hogy átadja az egésznek. Igen, és akkor itt vagyok, ezen a szinten. Ez lesz az alaksor. Az egyes szint. Csak fel kéne mennem. Így nem tudok fellisztezni. Jó, na akkor... Igen, ez lenne a kettes. Gratulálok. És most már csákányom sincs. De jó. Mindegy, még fel tudok menni. Igen. Na, be fogom vágni a fejemet? Igen, bevágtam. Ó, igen. Azért lepakoltam mindent. Választom a harmadik utat. Na igen, ez eltart egy darabig. Azért is felmegyek. Na, ide akartam rakni egyet. Úgy. Ezt nem így akartam. Ó, mit összelem bénázok én ezzel itt. Na, így akartam. Ja, hogy itt van ez a vacak, de jó. Nem tudom megcsinálni repülés nélkül. Mindegy, az a lényeg, hogy ezt megcsináltam. Majd én ezt szépen befejezem. Most csak az, hogy kipróbálni, hogy ez így működik-e. Jöhet egy kábel. Ja, nincs több szenem, úgyhogy szenet is bányászni kell lesz.
Na, ennek is 3 és 5 bar között hol van. 3 és 3 bar van jelenleg, 5 barnak, vagyis 3 és 5 bar között kell lenni. Ez nem fog felrobbani, mert alapból ezek 5 bartól többet nem fog termelni. Illetve, ja, most nem tudom megnézni, hogy hány méterre van. Annyit tudok, hogy felmegyek a felső szintre. Jó, egyenlentebb raktam. Tehát ez mindenki kell kapni. Na, megyek fel egy csákant. Ja, nem jól csináltam, csak ide raktam egy követ. Megyek fel egy csákant csinálni. Végül is kész van a rész. Következő rész elején bemutatom, hogy teljesen felmegyek a lifttel a felső szintre. Láthattátok működés közben a lift most jelenleg ilyen lassúsággal megy. Fogok bele csinálni ilyen speed upgrade-et, és akkor 2 másodperc alatt fenn leszek a torony felső szintjébe. És ez lesz nekem, ez a liftem lesz nekem a jelenlegi közlekedési eszközöm a szintek között is, akkor így, ha például kell valami nekem a smelteriből, akkor el tudom érni, utána a Big Doctorból, az emelencerből, stb. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, megnéztétek ezt az epizódot. Sziasztok! Na, egy kis update erejéig visszatértem. Itt megcsináltam az alaksort, hogy bezártam ilyen Carpenters blokkokkal, áthelyeztem ide a kompresszorokat, tehát csak lejövök ide, illetve akkor csak azt szeretnék belárpakolni. Átneveztem az emeleteket, és megcsináltam, hogy 12 darab elevator blokk van, úgyhogy most itt vagyunk az alaksorba, egyet kattintok a tinkerre, akkor átjövünk ide a kemencére, majd ha itt akarok belepakolgatni, illetve lávát rakni, ezt jól leraktam. Akkor idejövök, ha a Tinker 2-re felkattintok, akkor itt ki tudom majd venni a blokkokat, illetve be tudom rakni a Big Reaktor szinten, ha elfogy a jelórium, vagy cianidot ki akarok kiszedni, akkor ide kattintok, majd ha meg lesz a Big Turbina, akkor ezzel a szinten tudom majd vezérelni. Illetve a legfelső szint, ami emrendszer, és a, most a szobám, meg ilyesmi, az ott van fent, úgyhogy közben nézhetem majd a kilátást. Jó, és akkor így most már fel tudok jönni erre a szintre is, ezzel a lifttel, hogy megcsináltam az egészet, ezt majd a létrát majd lebontom innen. Jó, és még ennyit akartam, hogy bemutatom ezt. Illetve majd még hiányzik belőle speed upgrade, ahhoz potit kell csinálni, úgyhogy át kell mennem a nedőrbe, azt majd megcsinálom részen kívül, és akkor 2-3 másodperc alatt fel vagyok az egyik szintről a másikra, tehát arra se kell vállalkozni. Na, így most már tényleg köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az epizódot. Közben nem ezt akartam nyomni, hanem ezt. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az epizódot, akkor ha minden jó megy, akkor holnap találkozunk. Addig is, sziasztok!